A Mák Pálinka feltételezett másnaposságűző hatás a stábunk számára új információ volt. Egy belvárosi kávézó vendégeit kérdeztük másnaposságűző módszereikről, ők még a tejet és az ecetes uborka levét említették. A vendéglátóhely tulajdonosa azonban az egzotikus teákra esküszik. Valaki kutyaszőrével, sörrel gyógyítja magát, de itt van egy csomó tea, azok közül lehet választani, például abból a lapácsó tea, vagy pedig egy marokkói fodormenta tea. Ezek a legbeváltabb módszerek, máj méregtelenítése a sok alkoholra. Kicsit plusz egy kis felvilágosító előadás az embereknek, hogy azért ez... Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen állásponton van a témát illetően egy egészségügyi szakember. Várnává Karalambos szerint a másnaposságra a pienés és a citromos vagy a simán cukros tea a megoldás. Ha valakinek másnapossága van, akkor le kell feküdni, cukros teát kell inni, fogyatékot, és akkor majd elmúlik. A kínaiak meg citromos teát használnak, és nagyon jól bevált. A nyugalmazott főorvos az emberségre is figyelmeztet, ha az utcán valaki lát egy fekvő, ittasnak tűnő egyént, ne intézze el egy kézlegyintéssel. Próbálja meg felébreszteni, amennyiben ez nem sikerül, minden esetben mentőt kell hívni.